Nélküli Úr Jézus
Thank you.
atyának és fiúnak és szentléleknek, most is mindenkor és örökkön örökké, amen. Emlékezzék meg az Úristen az ő országában, mindig, most is, mindenkor is, örökkön, örökké. Oh.
dicsőség Jézus Krisztusnak. Én azt gondolom, hogy hangolással viszonylag könnyű dolgom van, mert több mint 40 napja elkezdtük a hangolódást a nagy bőjtel, a lemondásokkal. Most inkább a tovább gondolásra irányítanám a jelenlévőknek a figyelmét. Hiszen azok a barátaink, akik most meg akarnak bennünket ajándékozni valamivel, amit Jézus Krisztus élt meg értünk, valamivel, ami örök, és ebbe az örökbe fognak most segíteni bekapcsolódni nekünk. Tavaly 2018 tavaszán kérdezett meg a főszervező Tamás Laci barátom, hogy István atya, ha rábólintasz, akkor elkezdjük szervezni is. Akkor én ilyen félig meddig hitetlenként rábólintottam, hogy akkor próbáljuk meg, de túl nagy esélyt nem adtam neki. És bizony nekem is szembesülnöm kell azzal, hogy az én magam kicsinyhitűsége ellenére az Úristen milyen csodát tett. És nem csak az a csoda, hogy most itt van ez a néhány ezer ember, hanem az a csoda, amit ez a 41 néhány szereplő átélt hétről hétre. Hogy hogyan élték meg azt, hogy külön-külön élnek, nem is mindenki Mária Pócsi. Mindenkinek megvan a maga kis élete. És a külön-külön kis életek találkoztak. Találkoztak Jézus Krisztusban, találkoztak az ő történetében, a passiójában. És amíg hozzáveztem azt, hogy most itt több ezren vagyunk, akkor mindannyian találkozunk Jézus Krisztus kínszenvedésében. És Jézus Krisztus kínszenvedése tanít bennünket. Tanít arra, hogy a szenvedés része az életünknek. Nem idegen része, hanem természetes része. Természetes velejárója. Mert annak a szenvedésnek, amit Jézus Krisztussal együtt viselek, annak van értelme, van célja, van kiteljesedése. Mint hogy ennek a történetnek is van folytatása. Hiszen van feltámadás. És hát ezután következik az, amit nehezen tudunk elhinni, hogy van örök élet mindannyiunk számára. Egy örök történetbe kapcsolódunk bele. És ez az örök történet mindannyiunknak a személyes életéről szól. Arról, hogy nekem magamnak is valamikor majd szembe kell néznem a halálommal. Nekem valamikor majd meg kell birkóznom azokkal, azzal a szenvedéssel, amit a saját halálom jelent a számomra. Szembe kell néznem szeretteim halálával, elmúlásával. És ez a történet, amely Krisztus feltámadására irányítja figyelmünket, a mi gyötrő kérdéseinkre is választ ad. A mi halálunknak, elmúlásunknak is értelmet, célt ad. És azt gondolom, hogy ha csak ezt tudjuk ma elvinni, hogy Jézus Krisztus értem is meghalt, hogy nekem is segítsen jól meghalnom, hogy én is közelebb kerüljek saját szenvedésemben az ő szenvedéséhez, és a saját halálomban az ő feltámadásához. Ez a néhány tucat ember, akiknek minden tisztelet és elismerés jár, azt gondolom, hogy ebben segítettek bennünket. A megfoghatatlant, az örökkévalót teszik kézzel foghatóvá, és időben megtapasztalhatóvá. Ez teszi értelmessé, értékessé az erőfeszítéseiket, és ez teheti értékesebbé, értelmesebbé a mi keresztény életünket. Így fogadjuk ajándékukat, amely ajándék elsősorban az Isten ajándéka, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta oda, te érted. Thank you.
szólták a vesztőhelyre. Hát a ütésektől vérzett fején tövis korona, minden lépés újabb kín és fájdalom. A világ összes bűne nyomta vállát a kereszt, amikor Jeruzsálemhez közeledve Betfagéba, az olajfák hegyéhez érkeztek, Jézus elküldte két tanítványát ezzel a megbízással. Menjetek a szemközti faluba. Találtok ott egy megkötött szamarata csikajával. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha valaki szólna érte, mondjátok, hogy szüksége van rá az Úrnak, akkor rögtön elengedi. Ez azért történt, hogy beteljesedjék a próféta szava. Mondjátok meg Sion leányának, nézd, királyod jön hozzád, szerényen, szamárháton, a teherhordó áll a csikaján. A tanítványok elmentek, s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. Elhozták a szamarat és csikaját, ráterítették ruhájukat, ő pedig felült rá. Áldott a király, aki az Úr nevében jön! Békesség a mennyben! És dicsőség a magasságban! Hozzanna Dávid király fiának! Mester, ízd meg tanítványaidat! Bizony mondom néktek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Áldott a király, aki az Úr nevében jön! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban! Hozzanna
Dávid király fiának! Ezután elénekelték a zsoltárt, és kimentek az olajfák hegyére. Akkor Jézus ezt mondta: ma éjszaka mindnyájan megbotránkoztok bennem. Írva vagyon, megverem a pásztort, és szétszélednek a nyájból a juhok. De feltámadásom után majd előttetek megyek Galileába. Péter fogadkozott: ha mindnyájan megbotránkoznak is, én nem botránkozom meg soha. Jézus csak ennyit mondott: bizony mondom neked, míg az éjjel, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz. Péter erősködött: még ha meg kell is veled halnom, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. Egy órát sem tudtok vérasztani velem. Mester, mi történt veled? Szóljak a többieknek, uram. Ne, János. Nem akarom, hogy így lássanak. Veszélyben vagy? Menekülünk, mester. Maradjatok. Imádkozzatok. Vérasszatok. Ekkor a 12 közül az egyik, a karióti Júdás, elment a főpapokhoz, és ezt kérdezte tőlük: mit adtok nekem, ha kezetekre adom? Azok 30 ezüstöt fizettek neki. Te Júdás, 30 ezüstért elárulod királyod? Igen. Na itt van, amiben megegyeztünk. Júdás, áruld el, hol van Jézus? Gyertek, kövessetek. Katonák utánam! Atyám, te mindent meg tudsz tenni, ha lehet. Kerüljön el ez a keserű pohár. De ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Miért alszotok? Keljetek fel! Vírasszatok! Imádkozzatok velem, hogy kísértésbe essetek. Thank you.
Kit kerest? Názáreti Jézus keresi. Én vagyok az. Katonát elfogni! Üdvözlégy, rabbi! Júdás! Csókkal árulod el az ember fiát. Jaj! Péter! Tedd el! Ki karddal él, kardáltal hal. Márkusz, kétszer elfogtuk, menjünk! Gyerünk! Ez a kódus, akit ide hoztatok, megbékjózva mindegy elítéltet. Ő Jézus, a názáreti! Te vagy a názáreti Jézus? Azt mondják, király vagy. Hol van a te királyságod? Melyik királyágból származol? Beszélj! Te csak holmi ácsmester fia vagy, nem? Néhányan idésnek mondanak, de őt egy szekér az égbe repítette. Miért nem mondasz valamit? Isten káromlásért hoztak ide. Mondj valamit! Védekezz! Nyíltan szóltam mindenkihez. Tanítottam a templomban, ahol mindnyájan összegyűltünk. Kérdezd azokat, akik hallották, mit mondok. Így felelsz egy főpapnak, ilyen fennhéjázó! Ha valami rosszat mondtam, mondd meg, mi volt rossz. De ha nem, miért tudsz engem? Most meghallgatjuk azokat, akik hallották Isten káromlásaidat. Igen, halljuk őket. Varázslattal gyógyítja a betegeket. Ördögök segítségével! Ördögök segítségére űzi ki az ördögöket! A zsidók királyának mondja magát, az Isten fiának. Azt mondta, lerombolja a templomot, és harmadnapra újra felépíti. Elég legyen! Megbabonázom mindannyiutokat! Vagy bizonyítsátok, hogy rosszat cselekedett, vagy hallgassatok! Ez az eljárás merő gyalázat! A tanúktól eddig csak oktalan ellenmondásokat hallottam. És egyáltalán, ki írt össze ezt a gyűlés lének évadját? Hol van a tanács többi tagja? Ki vele innen? Kifelé! Vigyétek. Ki? Ki? Takarodj! Kifelé! Kifelé! Ez egy csúfság! Ez egy gyalázatos csúfság! Nem felelsz a vádakra? Nincs semmi mondani való. Kérdezlek, názáreti Jézus, te vagy a messiás? Az élő Isten fia?
Én vagyok. És látni fogjátok az emberfiát, amint a hatalom jobbján ül. És eljön az ég felhői. Isten káromlás! Hallottátok? Nincs szükség tanukra. Az ítéletet? Mi az ítéletetek? Halál! Halál! Amikor Júdás az áruló látta, hogy Jézust elítélték, megbánta tették. Visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak. Hát, ki vagy? Engedjétek be, ártalmatlan! Engedd el! Vedd vissza az ezüstöt! Bűnbe estem! Ártatlan vért árultam el! Vedd vissza az ezüstöt! Nekem már nem kell! Hát, ha úgy gondolod, hogy ártatlan vért árultál el, hát az a te dolgod. Fogd a pénzed, aztán menj. Na, menj már! Erre Júdás elment, és felakasztotta magát. Tartó. Mivel vádoljátok ezt az embert? Ha nem lenne bűnös, nem hoztuk volna színed elé. Nem ezt kérdeztem. Miért nem a ti törvényeitek szerint ítélkeztek felette? A mi törvényeink nem engedik, hogy bárkit is halálra ítéljünk. Halálra?
Mivel érdemelt ilyen büntetést? Megszegte a szombatunkat, konzul. Tovább? Tévútra csalt az embereket, aljas felháborító tanokat hirdetett. Nem ő az a proféta, akit alig 5 napja Jeruzsálemben köszöntöttetek? És most a halálát akarják? Ki ad magyarázatot erre az esztelenségre? Nagy méltóság, uram, kérlek. A főpap még nem mondta el, mi az igazi bűne. Nagy és veszedelmes szektáriát, ki Ádám fiakit bűszelik. Azt állítja magáról, hogy ő a mesiás. Követőjének megtiltotta, hogy adót fizessen a császárnak, konzul. Hozzátok ide! Ezt magadtól kérded, vagy mert mások mondták, hogy az vagyok? Miért kérdezném? Hát zsidó vagyok én. A főpapjaid saját néped adtak a kezemre, hogy végeztesselek ki. Miért? Mit követtél el? Király vagy? Az én országom nem e világból való. Ha az volna, vajon követőim hagyták volna-e, hogy kezedre adjanak? Tehát király vagy? Arra születtem, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságot hallja, az én hangomat hallja. Igazság? Mi az igazság? Kikérdeztem a foglyot, és nem találom bűnösnek. Fúj! Fúj! Galileai, ugye? Az. Akkor Heródes király alatt valója. Ítéljen felette Heródes. Helytartó. Adjátok át neki. Názáreti Jézus, hol van? Ez a názáreti Jézus. Igaz, hogy visszaadod a vakok szeme világát? Hogy föltámasztod a halottakat? Honnan való a hatalmad? Te vagy az, kinek születését megjövendőlték? Feledj, király vagy? Hát nekem teszel-e valami kis csodát? Vigyétek a szemem elő lesz a fény leszű. Nem büdös ez, hanem bolond.
Köszönöm. Hozzátok. Uram, az ítélet. Herodes király nem találta bűnösnek. Én sem. Nem tiszteltek a római helytartónkat. Mint tudjátok, minden évben szabadon bocsájtok egy foglyot. Most egy megáltalkodott gyilkos tartunk fogva. Barabást. Hozzátok be Barabást! Engedjen szabadon. A gyilkos Barabást, vagy Jézus, más néven a Messiás. Ő nem a Messiás. Egy szélhámos, istenkáromló. Barabást engedd el. Barabást engedd el! Ismét kérdem, kettőjük közül melyiket engedjen szabadon? Barabást. Mit tegyek a názáreti Jézussal? Keresztre vele! Keresztre vele! Keresztre vele! Nem! Keresztre vele! Megostoroztatom, de aztán szabadon engedem. Utána. Katonáim, szomjasok vagytok? Igen. Én magam is. Ígyunk egy jót. Mert nem fogjuk kibírni.
Katonám, méltó koronát a fejére. Felség! A koronája! Íme királyhoz illő szín. Hódoljatok a császárnak. Üdvözlés, zsidó királya! Hódoljunk neked! Tovább! Vigyük vissza! Keresztre vele! Keresztre vele! Keresztre vele! Ennyi,
Ölétek meg! Keresztre vele! Feszítsen keresztre a királyotokat! Nincs királyunk, császárunk van. Világos! Világos! Ti akarjátok keresztre feszíteni? Nem én! Ti tegyetek róla! Én ártatlan vagyok véreontásában! Keresztre vele! Hozzatok egy keresztet! Meg azt a két latrot, akik a kivégzésüket várják! Kísérjük együtt Jézust a Golgotára! Jöjjenek, jöjjenek!
kapitány úr! Nem sokáig bírja ez a szerencsétlen! Ki vagy te ott? Gyere gyors! Gyere be! Gyere vissza! Gyere vissza! Segíts neki! Tovább! Moskás! Gyerünk! Log! Moskás! Moskás! Állj! Pihenjetek, hogy addig iszunk egyet. Komjasok vagyunk. Kezdjük itt. Vigyá, katonám! Megint ide. Fejd az útból! Jeruzsálem asszonyai, ne rajtam sírjatok, magatokon és fiaitokon sírjatok, mert ímé eljön az idő, mikor azt mondják, boldogok a meddők, az anyaméhek, melyek nem szültek, az emlők, melyek nem szoptattak, és akkor kezdik majd kiáltani a hegyeknek, boruljatok ránk, takarjatok be minket, mert ha a zöld előfával ezt teszik, mi lesz? A szárazzal. Gyerünk!
nem akarok megkapni, ereszedek el! Ereszedek el! Ereszedek el! Thank you.
Te sem félsz az Istentől? Te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi jogosan vagyunk ebben a kínban. De ez itt semmi rosszat nem cselekedett. Gondolj most utolsó órádra, és fordítsd lelkedet a megtérésre. Na te hazug! Hogyan rombolod le a templomot? És hogyan építed fel 3 nap alatt? Mindig másokon akart segíteni. És önmagán sem tud. Ha valóban Izrael királya, szálljon le a keresztről, és akkor hiszünk neki. Atyám! Bocsáss meg nekik! Mert nem tudják, mit cselekszelek. Figyelj! Érted, imádkozik. Ő hallgatott és tűrt, és imádkozik. Ti pedig káromoljátok őt? Ő proféta. Ő a mi királyunk. Ő Isten fia.
Mi rászolgáltunk erre, Gezmász. De ő nem. Bűnt követtem el, méltán bűnhődöm. Csak azt kérem tőled, uram, emlékezz meg rólam, míg én országodba érsz. Bizony mondom néked, még ma velem leszel a paradicsomban. Asszony, íme, ott a fiam. Fiú, íme, ott a anyád. Szomj azon. Elvégeztetett. Én Istenem! Én Istenem! Miért hagytál el engem? Kezedbe ajánlom a lelkemet. Ez Isten akarata! Valóban az Isten fia volt.
Üdvözlégy, helytartó! Ki vagy te, előkelő barátom? Arimatai József a nevem. Engedélyedet jöttem kérni. Jézus testét szeretném levenni a keresztről, és a saját sírkamrámba temetni. Hát már meghalt volna. Azonnal kiállítok egy parancsot, melyben rád bízom a zsidók királyának holttestét. Temesd el tisztességgel. Köszönöm, helytartó. Thank you.
hogy a mennyekben szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Tiszta a gyolcsba göngyölé, és illatos szentekkel ellátva húj sírba helyezé. A kenet hozó asszonyok előtt a sírnál megjelenő angyal ezek.